Kallus Zoltán gyűjteményéből. Világszárnya. Részlet. Volt egyszer egy király, s annak országából el volt lopva a sárkányoktól a nap, a hód s a csillagok. Azt a hírt csapta a király szerte az országba, hogy aki kiváltsa a napot, hódat s csillagokat, neki adja fele királyságát, s a leányát es feleségül. Ment egyik király legényes, ment másikes, de ez se tudta megváltani világvilágosságját. Egyszer egy csamupepelle azt mondja az anyjának: édesanyám, menjen el a királyhoz, s mondja meg, hogy én megváltom világvilágosságját, csak azt adjon nekem a király, amit én kérek. Sírni kezdett az édesanya: menj el, te fiam! Mentek királylegények, s nem tudták megváltani. Én menjek a király elejébe, bérek ezt a király. Menjen el, édesanyám, tegyen úgy, ahogy én mondom. Mondja meg, kerejts elő kardját, fegyverét, gúnyáját, melyikvel a verekedésbe jár. S engedjen el engemet, hogy válasszak én egy lovat, milyent én szeretek. Szegény asszony nem volt mit csináljon. Elment a király elejébe. S kérdi, mi járásban van. Azt mondja a király neki: hol kapom én megaszkott gúnyákot most? A királyom felsége így mondta a fiam: de mondja, hogy jöjjön ide elejembe, mert megkeresem. Oda esmelyen Hamupepelle nagy rongyosan a király elejébe. Ha-ha-ha! Király kezdett kacagni. Hogy van, fiú? Magad meg akarod váltani világvilágosságját? Meg én, királyom fensége, az Isten segedelmével. Na menj, válaszd meg a lovat, meg itt a gúnyát. El is menj embély az istállóba egy keldár parázsával. Megzeklejsz a lovakat, erre s emelre. Leteszi a keldár parázsát az istálló közepébe. Oda menjen egy csúf rápenyos ló. Kezdi enni a parázsát. Még elhajtsa Hamupepelle, vagyis Világszárnya. Mert hogy el ne felejtsem, az ő igazi neve Világszárnya volt. Ő tátos volt, mint a ló, mely kette a parázsát. Második s harmadik rendet is odavitte, s megette. Hát egy olyan szép ló lett belőle, hogy nem volt egy sem olyan az istállóban. Szerencsét, Világszárnya, mondd el a ló neki. Ülj fel rám, s fogd meg jól a hekket. Felesült rá, s mikor kezdett a ló repülni vele, megkerülte a világot egy pillanatra véle. Mit mondsz, Világszárnya? Hogy tetszik a menésem? Mondd el a ló. Mit akarsz? Milyen gondod van? Mit akarsz megváltani? Én oda, hogy megváltsam világvilágosságért. Na ne félj semmit, én inkább válok ispét varaslóvá, s menjünk a király elejébe. Felült rá, s elmentek a király elejébe. Na, királyom fensége, kivettem a lovat. Ha-ha-ha, király kezdett kacagni. Merre mezd a val a rossz lóval? Ha még szemet hordani se jó az a rossz ló. Na, királyom fensége, meg fogom ebben próbálni. Felöltözött, s elment a királytól. Mikor kiért a ló a határszélére, megrázta magát, s lett egy szép ló belőle. Ott esze találkozott Világszárnya a testvérivel. S ketten menték elé-felé, még beértek egy nagy, rengeteg erdőbe. Keresztes útba azt mondja a testvérnek: na testvér, itt el kell váljunk mi egymástól. Cseréljük fel serveteinket. Ezt a kést beleszúrjuk a fődbe. S mindaddig menjünk, míg kiváltsuk világvilágosságját. A napot, a hódat s a csillagokat. De mind csak itt lejjen a találkozásunk. Ha ide visszajövünk, s a kést kihúzzuk a földből, s véres lesz, tudjuk meg azt, hogy a melyik vissza nem tért ide, a megvan halva. Elbúcsúzódtak. Egyik fogott erre, másik emelre. Melyen Világszárnya, melyen? Még odaért Világkovácsához. Ver a kapujába. Ki ő, Világkovácsa? Ki vagy? Mi vagy? Mit kerejtsz itt? Én vagyok, Világszárnya. Gyere be! Bézs ment. Mondja, mit akar megváltani. Erős nagy útra indultál, de azt hiszem, milyen jó lovad van, majd meg tudod váltni? Meg fogom próbálni. Meghátott, s regvel elindult. Menjen, még odaért egy nagy palota elejébe. Ver a kapujába. Nem jön ki senki. Kinyitsa a kaput, bémenjen egy szép zöld kertbe. Lefeküdt a szép zöld fűre, s ő fáradtságjába elesaludt. Mikor megöbred, hát egy szép leány sírt mellette.
abba öbret meg, simogassa a haját. Ő siratta, milyen szép legény, s megöli a sárkány. Felül világszárnya, s kérdi. Mén sísz magad, te szép leány? Hogy ne sírjak? Minek jöttél ide, mert porét eszen a sárkány? Meg fogjuk látni. Kicsoda vagy? Én egy elrablott leány vagyok. 5 esztendeje elvett az apám házától a sárkány. Mindig azt mondja, menjek el utána, s esküdjünk meg. De én nem akarom, s örökké hallgatok. Hol van most? El van az erdőben. Milyen jegyvel jő? Meglódítsa a buzdogányát 10 kilométer messzeségből. Megíti a kaput, az ajtót, felül a szegbe. S akkor én tejem ki az ételt, hogy mire hazajő, se hideg, se meleg ne legyen. Akkor jöves a buzdogány. Koppantsa a kaput. Mikor világszárnya visszalódította, még elment egy olyan messzeségben, mint ahogy a sárkány ellódította volt. Ej, mondja a sárkány magába, nagy vitéz van az én házamnál. Nemes ment vissza többet a buzdogány után. Olyan hidegséget fújt elé, hogy mire hazaért, világszárnyát megfagylalt a lovastól. Csak kacagta. Ha-ha-ha, gyere világszárnya, verekedjünk, ha tudsz. De világszárnya úgy meg volt fagyva, olyan volt, mint a csont. Sírt a leány, könyörgött a sárkánynak, hogy fagylalja ki, mert az ő testvére. De a sárkány nem akart oda hallgatni. Ett, s ivut tovább. Ekkor megtért világszárnya testvére az erdőbe a keresztes úthoz. Mikor kihúzza a kést, há véres. Ej, meghódt az én testvérem, mondja. Meg kell induljak utána. Felül a lovára, s menjen azon az úton, melyikben elindult testvére. Menőleg meg esze találkozott egy jéggel. De hogy mi történt ezek után, majd azt legközelebb elmesélem.